Jó reggelt mindenkinek! Kutyasétáltatás következik lent a parton. Mint a háttérben látható, hogy begyűlt egy pár arc még estére. Úgyhogy hát kicsit csöpög itt az eső az este. Most is olyan nyomott szűrt fény van, kicsit olyan nyomott az idő, mintha eső akarna lenni. De amúgy meleg van. Lá, Kitty! Debikét fórázon kell tartani. Sok itt a kutya. Rengeteg itt a kagyló. Mondhatni, inkább kagyló van, mint kő. És így ez így totál végig a parton. Vannak olyan szakaszok, ahol még több. Most látom csak, hogy csávó azóta kiírt ide egy izét, hogy no caravaning, hogy vontatót hív, hogyha itt megtalál, de hát most biztos nem volt majd egy ideje, egy angol csóka egyébként, amit egyébként azt mondom meg is értek, de már most azért nem tudnak olyan könnyen ide állni, majd már kicsit megváltoztak a terepviszonyok. Itt van a kis közösségi kertészet, az emberek ide járnak le kertészkedni. Persze, mint láthatjátok, szigorúan védő felszerelésben, maszk és pajzs kísérletében. Vannak is ágyások. Egyelőre még csak az öntözőrendszer készül, de végig itt is vannak kertecskék. Itt még jobban látszik kiki virágot, kiki zöldséget. Itt Spanyolországban divatosak ezek a kis közösségi kertek. Láttuk már több helyen is Madridnál, meg hát most csak ez jut eszembe, de több helyen is láttunk már ilyet, ahova ugye akinek nincs kertje otthon, vagy társasházi lakásban lakik, akkor ezt szerintem így az önkormányzat hozza létre, és nyilván nem nagy területen, vagy nem egy aféle hobby kert, de egy ilyen egy-egy ágyás erejéig nem tudom, hogy milyen formációban lehet bérelni, vagy ilyesmi, és akkor itt az emberek beszélgetnek is, meg dolgozgatnak, úgyhogy tök jó ilyen közösségépítő is, illetőleg van egy kis saját terményed. Itt pedig találtam vizet. Ott állunk mi. Szia! Nem. Ismét biciklizgetünk egy kicsit. Elindultam Peniscola felé. Nyakamon a drón, és keresek egy nyugis helyet, hát ha meg tudom drónozni Peniscolát. Nagyban folynak a munkálatok a parton. Csinálják az új kerítést. És pont szembeszél van. De mindegy, majd visszafele jó lesz tekerni, mert kicsit a gumi is lapos. Beach ugyan még le van szalagozva, és hát már be lehet jönni, csak így körben nincs, gondolom a rekonstrukció miatt van itt körbehúzva, és a háttérben már itt van Peniscola, egész közel, egy olyan 2 kilométerre vagyunk csupán tőle. Volt itt egy kis action, egy fickó megállított, hogy a haverjának tegnap egy ilyen biciklét jobbták el, és leütötték, lefotóztam vászámot, de elment, hogy lecsekkolja a rendőrségen, és jött vissza, megállítottam, mondom neki, hogy mutattam neki fényképeket még napokkal ezelőttről, aztán már itt volt a haverja is, de mondta, hogy jaj, nem ez az, de hát mondom, hogyha itt lopták el, akkor biztos nem itt a playán bicikliznek vele, hogyha tegnap ellopták. Na úgyhogy ennyi volt az action, meg közben eltört az a láncvédő valami, de egy ilyen kis madzag darabbal megjavítottam. És közben már egész közel vagyunk a várhoz.
Na, itt vagyunk a vár alatt, itt nagyon jól néz ki ez a Peniscola felirat. De most nem fogok biciklivel felmenni a várba, mivel még ingyenes itt is a parkolás, majd átállok ide. Hihetetlen, hogy milyen kevés ember van a beachen, meg úgy mindenfele. Kopüresség mindenhol. Pang az ürességtől. Mamik itt beszélgetnek. Jó kis fokhagymaszag. Meg egyes fokozatba kapcsolok. Szőlők még mindig nőnek. Hát, találtam egy nyugis helyet, megpróbáltam drónozni, de sejtettem, hogy ez lesz, hogy sirályok egyből utána repültek, úgyhogy gyorsan visszahoztam, mert ezek tudja, hogy megeszik. Ő volt az első, aki utána repült, ő az őrszem, és egyből elkezdtek itt karácsolni, vagy rikácsolni, és egyből itt elment egy csomó, ott is van egy, ezek itt nagyon védik a területet, és egyből levadászná a drónt, nem akarok úgy járni, mint Franciába, úgyhogy majd maximum messziről megpróbálok egy pár felvételt csinálni, de itt nagyon közeliek nem lesznek sajnos, hát nem kockáztatok. Egy újabb vadász. Gurulunk, gurulunk, gurulunk. Város másik oldalán, hát így nem tudom, hátra nincs annyi sirálya, és a köves part, vagyis a sziklás part felől vannak, csak néhány fiatal. Úgyhogy megpróbálok itt drónozni egy kicsit, arra elrepülni, hát ha nem eszik meg a sirályok egyből. Hát remélem, hogy nem. Csak sikerült egy pár felvételt készítenem drónnal, szél is megállt. Ezen az oldalon szerencsére a sirályok sem támadtak olyan agresszívan. A sziklás part felől valószínűleg jobban védik a helyet. Beszélgettem itt egy helyi emberkével, aki jött ide fürödni, és mondta, hogy ő itt lakik, és szokta látni, hogy itt drónoznak. És akkor a sirályok ott akkor is mindig azt mondja, úgy köröznek, hogy támadják. Még leesni nem látott egyet se, de azért jobb az óvatosság. Én nem akartam újat húzni a sirályokkal, úgyhogy indulok vissza Kittihez. Egy ilyen 5-6 km ide Benicarló, és akkor valószínű, hogy majd délután vagy estére átállunk ide a valamelyik útmenti parkolóba. Délután 2 van, 2:30. És olyan szinten eltűntek a munkások, meg mindenki, hogy sehol senki. Tök üres, ugye siesta idő,
láttam a melósok is egy-kettő ott aludt a bokrok között. Hát ugye, na, ez Spanyolország, itt tartják a siestát keményen. Na, már számtalan munkás láttam aludni. Mindjárt itt lesz egy itt is, azokat nem vettem fel, így nyomják a spanyolok. Na, és ő egy ilyen gépkezelő volt. Na hát most már így értitek, hogy ilyen a spanyol siesta. Ki hova tudott, alszik bokrok tövén, valahova behúzódva az árnyékba, és még most nincs is olyan meleg. Na, hazaértem. Te is láttad, hogy ott hagyta a piszkát? Átállunk Peniscolába, ami egy 5-6 kilométer, mert ott jobb a strand, és majd este lehet visszajövünk ide, ugye? Igen. Hogy lesz főnökasszony? Így lesz, így van, mert te már itt áll. Már megint. Egy sört ittam meg, csak most nem ettem semmit, már... Na nem baj. Lelőlünk itt az a... Hát átmentünk valamin. Valaki. Kattogás. Ebi. Gyere már, na, ez Molly. Kutyák mindig ott fekszenek a lábánál, na ott maradjál. Na, elindult újra a meló. Még a sziasztának. És akkor itt foduljunk vissza, Jó. Ahogy szeretnéd, én minden kívánságodat teljesítem. Polícia lokál, Guardia Civil mindenki. Na, sikeresen megérkeztünk ide, közel a belvároshoz, az útszéli parkolóba. Szépen leparkoltam. Nem, amúgy Zolinak. Zoli állt be végül, mert... Majdnem jó volt neked is egyébként. Túl koordináltál. Azt mondja, álljak közelebb a patkához, aztán olyan közel álltam, hogy végül már ért a patkához a keréknek az oldala. Na, mindegy. És itt van szemben a vár, úgyhogy nagyon jó kilátásunk van. Estére meg majd visszamegyünk úgyis. 12 óra hosszát lehet itt tartózkodni amúgy is. Itt ment a rendőrség, a polícia, lokál, Guardia Civil, senki nem szólt semmit, úgyhogy nagyon jó. Jó, hely, direkt ide álltunk egy ilyen épülő hotelhez, mondjuk éjszakázni is lehetne itt, de szerintem nem szólnának érte, de nem a legjobb, mert hamar felébredsz, mert kopácsolnak, meg kalamolnak. Én itt iszom a jó hideg sört. Melósok meg itt szembe irigykednek az építkezésen. Készül a paella. Valenciai paella. Valencia tartományban vagyunk. És ez egy valenciai paella lesz. Itt van. Hát ahhoz hasonló, nem teljesen ugyanaz, de igyekeztünk azért. Itt vannak a kagylók, rákok. Hát ugye nem egész ilyen langusztra, hogy mi az? Gambrios. Hát nem egész rákok vannak, tehát nem az a langusztinus egybe, hanem ezek már ilyen fosztott kis... Mi ez? Garnéla. Garnéla rák magyarul, azt hittem, hogy azért. És ugye akkor a Ebro deltai rizsből, meg ilyen, nem elég radler eszünk. Elég burva színe van ennek a pálya izének, amúgy ilyen tök narancssárga, mint ami jó. Igen, azért mondom, hogy ebben már szerintem nem kell ez a kola. Nem kell az a színező, a sáfrány. Hát egy nagyon pici pálya fűszert rögtön bele, de tényleg nem sokat. Ebben van sáfrány is. Most csesztett meg itt a jardok, de ezek most mindenkit basz. Először itt ezért, hogy mikor jöttünk Spanyolországba.
mondjuk itt, mivel nem abban a megyében vagyunk, amúgy simán dobtam volna neki a fotót, csak itt próbáltam vetíteni, hogy mikor vagyunk, de utána azt mondta, hogy nem lényeg, csak hogy itt az a lényeg, nem lehet panikálóba, vagy mi ez? Hol vagyunk? Teniszkóla. Teniszkólában nem lehet itt parkolni a ezén. Hát úgy tett, mint aki elintézett egy fontos telefont, és elintézte, hogy ne legyen probléma, de igazából... És nem tudom, ez mire volt jó. Hát kérni akart egy fotót, hogy igazoljuk, hogy hol voltunk márciusban. Ja, hogy március óta itt vagyunk-e. Igen. Hát ja, csak így megkérdezem, hogy most itt miért nem lehet állni, vagy hol van kirakva, vagy izé, de hát nincs kirakva, amúgy csak ez ilyen kötekedés volt most. Ja. Jaj. Uratkoznak szerintem nagyon. Nincsenek turisták, nincsenek itt csesztesen. Na szóval az a lényeg, most amúgy sem akartunk itt aludni, csak még Peniszkólába akartunk sétálni legfeljebb egyet. Hát igen, még nem baj. Meg a pályák megenni nyugodtan a parton, de nem baj, megesszük a másik parton. Ja, de úgy látszik, ez mindig úgy van, mikor enni akarunk. A múltkor is akkor, mikor ettünk, akkor jöttek a rendőrök. Legutóbb, emlékszel? Pont előtte csináltam Facebookra egy story videót, egy pár másodpercest, hogy ott állunk, ott van a tengerpart, meg a vár, meg minden, és pont akkor látom Bököm Zolit, hogy na nézd csak, itt a rendőrség. Úgyhogy, na mindegy. Na mindegy, amúgy se akartunk ott aludni, csak megkajálni, aztán utána jöttünk volna ide vissza Benikállóba, de most ez ilyen vagy szerencsénk, hogy ugye, mert először azt kezdte el firtatni, hogy mikor jöttünk Spanyolországba. De igazából most, hogyha nagyon köcsögölni akart volna, akkor hogyha mutattam volna neki, hogy itt vagyunk Spanyolországban, de az meg egy teljesen másik megye volt, hogy márciusban hol voltunk, tehát... Konkrétan telefonból akart képet látni. Igen, hogy mert mondom, hogy tudjuk igazolni? Hát mondom, telefonnal, mondom, fotókkal, és akkor de utána leakadt róla. Is magyarázod, de hogy minek? Nem, hát hogy milyen, hát igen, hogy mikor jöttünk, az volt a lényeg. De hát most érted, lakóautóval jöttünk, akkor nem levélmapet csétálnak. Hát nem igen. Sétettem. Kicsit zavaros volt a nő is, nem tudta, hogy mit akar, hogy össze-vissza. Ő is tudta. Beszélt, utána telefonált, meg mit tudom. Hát, hogy szerintem az volt nekik az első, hogy furcsa, hogy kerül ide egy magyar. De hát most akkor a franciákat is csesztethet ennyi erővel, érted? Na mindegy, erről ennyi, szerintem nincs ebbe a sztoriba már több. Na itt a paella. Reméljük jó lesz. Na hát ennyi volt kb. A mai nap, ugye visszajöttünk ide, megettük a paellát, mint ahogy láthattátok, ugyanitt Benicarlóban vagyunk, ahol ma is aludtunk, vagy hát tegnap. Úgyhogy ha holnap nem lesz olyan szomorkás idő, mint ma reggel volt, akkor lehet, hogy levesszük a motort is, és elmegyünk még Vinaroz fele, vagy esetleg Peniszkólába is átmotorozunk. Igazából nem nagy távolság egyik sem, mert mind a kettő 10-10 kilométerre van, vagy még annyira se egyik-másik irányba. De ezt mi se tudjuk, úgyhogy ez legyen a holnapi videó titka. Remélem, hogy élveztétek a mai részt, és tetszett. Viszlát holnap, sziasztok! Thank you.